6-800 ezer forintos négyzetméter áron hirdetik az eladó lakások többségét ezen az ingatlan portálon. A családi házak négyzetméterét valamivel drágábban 700-900 ezer forintért kínálják. Az ingatlan szakértők szerint azonban nem marad ez sokáig így. A tavalyi év végén meghirdetett állami támogatások ismét áremelkedést hozhatnak a piacon. 5-10%-os áremelkedés várható az ingatlan árakban, lakásban is és házakban is. Ez annak köszönhető, hogy a kormány kiadta a CSOK pluszt, ami azt jelenti, hogy ez egy hitel, amit gyerekek után adnak. Egy gyerek után 15 millió forint, két gyerek után 30 millió, és a plafon az 50 millió forint. Itt annyi tulajdonképpen a kikötés, hogy 3%-nál nem lehet magasabb a kamat, tehát itt a bankok versenyezni fognak az ügyfelekért, hogy 2,9-2,8, tehát ki tud lejjebb menni a kamatokban. Ez biztos, hogy élénkíteni fogja a piacot. Jelenleg Fehérben az országos átlag felett vannak az ingatlanárak, Fehérváron pedig még a megyei átlagnál is drágábbak a lakások, leginkább az új építésű lakásokat és házakat keresik a vevők. Amire nyilván igény van, az a két szoba plusz nappal is, vagy a három szoba plusz nappal is új építésű családi ház. Ezek durván ilyen 70 és 90 millió között kaphatók jelenleg a városba, nyilván attól függően, hogy melyik részén található a városnak. Ezek ilyen 110-120 négyzetméteres családi házak. Ugye erre vonatkozik a támogatás, tehát ezért valószínű, hogy ezeknek meg fog élénkülni a kereslete. Horgos Tamás azt javasolja, aki új ingatlan vásárláson töri a fejét, érdemes még az első fél évben lépnie, hiszen az árak a második fél évben, illetve a jövő év elején elképzelhető, hogy az előrejelzést meghaladó mértékben is növekedhetnek majd.